Köszöntöm Önöket a fehérvári beszélgetésekben, ma Csólyos Párostól Székesfehérvárig barangolhatnak. A vendégünket pedig elég nehéz volt becserkészni, többször próbálkoztunk, hogy eljöjjön, aztán végül muszáj volt neki, hiszen minden kollégát igyekszünk bemutatni. Stúdiónk vendége Hódi Dániel, aki vágóként működik közre itt a Fehérvár Televízióban az összeállítások elkészítésénél. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Szia Viki, köszöntöm a nézőket. No, elhangzott már Csólyos Páros neve, nekem kellett egy kis idő, mire ezt megtanultam, hogy vajon hol is van az a Csólyos Páros, elárulod a nézőknek? Így van, hát Csólyos Páros egy nagyon kicsi falu, 1700 főt számlálunk. Akkor ez nem is olyan pici? Hát, ha nézőpont kérdése, nekünk ilyen kis családnak tűnik. Ez Bács-Kiskun megye és Csongrád megye határán van. Egészen pontosan igazából Szegedtől olyan 25 kilométerre, Kiskunmajsa mellett, hogyha ez mond valamit a nézőknek. Szeged biztosan, szerintem Kiskunmajsa is sokaknak. Igen. És hát én ott nőttem fel, gyerekkoromat ott töltöttem, és mai napig szívesen látogatok vissza a kisfaluba. És rendszeresen látogatsz is. Így igaz. Hiszen amikor a mostani beszélgetésről egyeztettünk, akkor megkérdeztem tőled, hogy mikor mész haza, hiszen neked azért Csólyos Páros az haza. Igen. És akkor mondtad, hogy a hétvégén mész haza, mondtam, hogy nagyszerű, Dani, mert akkor jöhetsz a fehérvári beszélgetésekbe, és hozzá magaddal fontos dolgot, gondoltam, hogy otthon van néhány ilyen. Hát igen, hoztam pár dolgot, hát sajnos mindent nem tudtam elhozni, mert ugye ami nekem nagyon fontos, ugye az a család és a barátok, akik miatt szívesen látogatok vissza. Őket nem tudtam elhozni, sem a testvéremet, senkit, de hoztam néhány dolgot, elhoztam a Csólyos Páros, hajrá Csólyos Páros zászlót, ami ugye a Csólyos Párosi Sportegyesületnek a kis sája. Egy kicsit segítek megfogni, hogy hajrá Csólyos Páros felirattal. Igen. Tehát hát, nagy sportélet van Csólyos Pároson? Így van, egy nagyon jó közösség alakult ki ugye a futball köré a kisfalunkban. És mivel a csapatnak is nagyon jól megy, tehát most a Mennyei megyeiről beszélünk, tehát megye 3, nem egy világmegváltó terveket szövünk, de azért szeretünk magán a csoporton belül kiváló első, második, harmadik helyet küzdeni. Tehát jól megy a csapatnak, és így a szurkolók is szívesen kilátogatnak a mérkőzésre, hogyha nyerünk. Természetesen. Te benne vagy ebben a csapatban? Én nem. Mert Fehérvárról elég nehéz ezt így koordinálni. Igen, sajnos nehéz megoldani, hogy az edzéseken is ott legyek, ami hétköznap van, akkor ugye itt dolgozgatom. A hétvégente meg ugye én csak a meccsekre, amire ki tudok menni oda, kimegyek természetesen. De szívvel élekkel ott vagy. Így van, és félig meddig én is a csapat része vagyok, mivel az Iker testvérem játszik a csapatban, tehát hogyha én legalább így veszem ki a részem belőle, meg tényleg úgy, hogy a csapatot mindenféleképpen megpróbálom támogatni. Tehát családilag képviselitek azért magatokat a Csólyos Párosi Foci Klubban. Így igaz. És ugye a barátok is, meg mindenki, tehát tényleg a szüleim is kilátogatnak a mérkőzésekre. Tehát nagyon jó hangulatban. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy viszonylag egy ilyen kisebb közösségből léptél be a nagybetűs életbe. Így igaz. Hát ugye én ott a környékben nevelkedtem, tehát Szegedre jártam egyetemre, és ott is kezdtem el úgymond dolgozgatni, és onnan pikpak egyszerűen csak hívtál telefonon, és egy pillanat alatt megváltozott az életem, felkerültem ide Fehérvárra, és most már lassan 2 éve lesz, hogy itt dolgozom a Fehérvár Média Centrumban. Megszerettél ezt a várost? Igen, főleg a tévé közösségét, tehát én nagyon szeretem itt a munkatársakat, és maga a város is, ahhoz képest, hogy Szegedhez képest ugye kisebb város, ahhoz képest nagyon sok közösségi program van, rendezvények, tehát él a város, én úgy érzem. Tehát, hogy én megtaláltam itt a számításaimat. De mondhatjuk azt, hogy azért Székesfehérvár előtt már voltál más nagyvárosokban is, a világ nagyvárosaiban. Persze. Ugye én az egyetemen nyertem egy ilyen Erasmus ösztöndíjat, és kijutottam Angliába. Ott kezdtem el a szakmai gyakorlatomat végezni, ott is televízióhoz kerültem, méghozzá Birminghambe dolgoztam, egy birminghami kis tévénél.
egy ilyen kis közösségnek volt a televízió, nem sok műsorra, de azért gyártogattuk, illetve volt Londonban is egy új stúdió, ahol pedig segítettem kiépíteni azt. Tehát a nulláról építettünk egy komplett stúdiót. Milyen tapasztalatokat szereztél ott, amit aztán itt mondjuk tudták kamatoztatni, vagy mi volt az, amit megszereztél? Hát mindenféleképpen tágult a világnézetem, tehát hogy olyan dolgokat fedeztem fel ott, ami ugye nálunk nem volt szokványos. Nekik meg teljesen természetes dolgokat, a technikát, olyan gépekkel dolgoztak, ami hozzánk ugye, hát nem is később kerül be, de azért a magyar forintokhoz képest nehezebben jut hozzá az ember. Ugye a nyelvet is tudtam tanulni, továbbfejleszteni, rengeteg érdekes emberre ismerkedtem meg, olyan kultúrákba kaptam betekintést, amikbe ugye előtte nem is számítottam rá, hogy lesz lehetőségem, és hát fantasztikus élményekkel jöttem haza. Egy igazi nagy, nyüzsgő, hatalmas szupervárosban voltál, hiszen azért London csúlyospároshoz, de bármihez képest szerintem egy ilyen nagy forgatag, legalábbis amikor én ott voltam, akkor nekem ahhoz is kellett egy csomó, jó pár hét, hogy megszokjam azt, hogy úristen, jön a busz, és akkor mondjuk például nagy tömeg van, de mégis sorba rendeződnek az emberek, szépen mindenki kivárja a sorát, de hogy leszállsz, mész, mozogsz folyamatosan, több ezres tömegben sodródsz. Ezt hogy tudtad megszokni mondjuk egy csólyos páros után? Hát nekem ugye, én ugye falusi ember vagyok, nekem ugye a repülő is szokatlan volt eleve, a metróutak, az, hogy tényleg mint egy pókháló úgy szövi át a várost a metróhálózat, és azon kiigazodni nagyon nehezen sikerült, de hála Istennek meg tudtam oldani. Nyilván sok időmbe telt, de végülis mindig oda eljutottam, ahova szerettem volna. Ami, ha már eljutottunk oda, ahova szerettél volna, nekem például ami furcsa volt, hogy mondjuk Fehérváron belül kvázi nincs távolság, mindenhova el lehet jutni szépen, akár gyalog sétálva is, és mondjuk arra emlékszem, hogy Londonon belül csak az, hogy eljussak A pontból B pontba, az mondjuk volt, hogy 2,5 órába került, és úgy, hogy ott aztán dübörög a tömegközlekedés, hát és igen. Minden van, és percenként jár a metró. Igen, igen, igen. Hát hatalmas város, és én mai napig nem tudom kiismerni magam benne. Vannak pontok, amiket így az ember megjegyez, épületek, utcák, sarkok, de azon kívül, hogy az embert letennék X pontba, akkor nem biztos, hogy visszatalálna. És ezek után csöppentél vissza, aztán Magyarország. Csólyospáros és Szeged így környéke. Van. Szeged, ugye a szakmai gyakorlatom végén befejeztem az egyetemet, és utána elkezdtem dolgozni a Szegedi TV-ben, a TV-nél, mint vágó és operatőr, tehát ott kombinált munkaköröm volt. Nagyon szerettem mindkettőt, én szeretek operatőrködni is, vágás mellett is, viszont a vágás az rettentően érdekel engem. Ezen belül én a filmes vágást, amit nagyon, nagyon szerettem volna elsajátítani, és ez mind szabadidős tevékenység, mert ugye a Szeged TV-nél csak híradó, meg egy kevés magazinos anyag volt, amit lehetett vágnom. Ott is nagyon sok jó barátot szereztem, és rengeteg tapasztalatot. Tehát ott már kifejezetten munkatapasztalatot szereztem, céltudatosan. És mikor ide kerültem, akkor ezt még tovább tudtam fejleszteni, és hát ugye az élettartamig, tehát életem végig szeretik tovább tanulni, amíg csak lehet, úgyhogy próbálom itt is az ismereteimet tovább szélesíteni. Hogyha már a vágásnál tartunk, akkor mi az, ami téged a vágásban érdekel? A kreativitás, vagy a csapatmunka, vagy mind a kettő? Hát ez nagyon érdekes, mert ugye a híradós vágás az nagyon monoton. Tehát ilyen futószalagszerű dolog. Ha van egy-két színes híradós anyag, azt nagyon élvezem, viszont engem inkább a kreatívabb része fog meg. És sokszor van az, hogy egyes szerkesztők ugye pont ezért választanak engem, mert olyan dolgokat kell vágni, ami ez a sémaszerű munkát követeli meg az ember, hanem az, hogy egy kicsit gondolkodjon, egy kicsit máshogy nézze magára az anyagra, magára a témára, és ez sokkal jobban motivál engem. Ez több idő is kell sajnos, mint egy híradós anyaghoz. Nem biztos, hogy sajnos. Nem persze, nem sajnos, hanem úgy értve, hogy
tehát ha az ember tud rá elég időt szánni, akkor fantasztikus dolgokat ki lehet ötleni és meg lehet valósítani. A mindennapi pörgős életben pedig a híradózás az, ami, tehát az tényleg az a napi rutin pörgős. Pörgést említettük meg, már volt szó csólyospáros meg foci, és hoztál magaddal még egy tárgyat. Igen, hát... Elválaszthatatlan? Már... Igen, igen. Mindig nálam van, hogyha éppen van egy kevéske fölös energiám, akkor nagyon szeretek futni. Ugye ez abból adódik, hogy én régebben is futottam, de otthon csólyospáron ugye a foci az elvitte lényegében azt az időt, amit a futásra szántam volna. És mikor ide kerültem, akkor nem volt semmi olyan foci egyesület vagy foci csapat, akikkel tudtam volna játszani. Viszont a médiacentrumnak összejött egy ilyen futós társasága, akik rendszeresen vesznek részt maratoni futásokon, ilyen CEP, meg spármaratonokon, és én oda becsatlakoztam, és nagyon jó is tettem, hiszen igazából a szórakozást ötvözzük a társasággal, tehát mégse ismeretlenekkel fut az ember, mégis csapatként futunk, és ugye a cipő az azt jelképezi, hogy én nekem ez az a hobbim, amit tényleg totál kikapcsol. Gyakran mondjuk munka után is átmész ide a szomszédos pályára, ott ezt egyedül végzed, vagy azért ott is sikerül társakat magadhoz csábítani, hogy fussanak veled? Gondolok itt például Szent Miklósi Dávidot, többen már kísérletet tettek. Hát igen, kísérleteztünk már Dávidkával, kisebb-nagyobb sikerekkel, viszont meglepő módon, mikor tényleg eljutottunk oda, hogy akkor hozzám csatlakozik, hozzáteszem, hogy ez igen hosszú győzködés után, nagyon jó teljesített. Tehát mind időbe is, meg mind távba, tehát ilyen 7-8 kilométereket simán lefutott, ami meglepetés volt számomra, és utána ez tartott egy jó ideig, tehát ez a lendülete, ez megvolt egy darabig, utána a... De most itt múlt időben beszélsz, igen, tehát ez már elfogyott. Sajnos a múlt időre, igen, mivel bejött a rossz idő, és Dávidka már nem akart futni hidegbe, és így elmaradoztak az edzések. Hozzáteszem, ez tavaly volt, mert most már ugye megint túl vagyunk egy nyári cikluson, és nem sikerült összehozni. Hát majd reméljük, hogy... És akkor most egyedül fut? Most jelen pillanatban egyedül futok. Szokták is nézni a kollégák, amikor az esti 7 órás híradóknak vége, hogy én már egyből szerelésbe vagyok, és indulok futni. Hát én úgy kapcsolódom ki, hogy zene a fülbe, és akkor iránya a bregyó. Milyen zenéket hallgatsz szívesen? Nagyon változatos, nagyon változatos. Van, amikor ilyen kulturális zenéke, van popzene, van, amikor rockzene. Ez általában a hangulatomhoz, éppen amilyen a hangulatom, ami éppen kikapcsol. Hangulatember vagy egyébként? Panaszkodnak a kollégák, hogy hangulatember vagy? Van, amikor rossz paszban vagyok, igen. Sajnos nem szeretek megbántani embereket, olyankor azért sikerül, de azért igyekszem kiküszöbölni a csorbát. Mi az, amit a legnehezebben viselsz el? Legnehezebben? Húha. Amikor úgy érkezik valaki anyaggal, hogy nincs hozzá semmi elképzelése, tehát csak úgy leül melléd, és akkor csináljunk valamit a semmiből. Mikor a szerkesztő éppen neki is rossz napja van, és akkor legyen nekem is rossz napom, stílusba közelíti meg a közös munkát. Ezt nem nagyon szeretem. Hála Istennek ez nagyon ritka. Tehát ez tényleg... De mindenkinek lehet rossz napja. Persze. Igen, nekem is vannak rossz napjaim, másoknak is vannak rossz napjaik, de azért azon dolgozom, hogy megértsük egymást, és hogy közösen vészeljük át az napot. Visszakanyarodnék még itt a beszélgetésünk végén csólyospárosra, például a szüleid, vagy akár az ikertestvéred. Hogy viseli azt, hogy te ilyen távol vagy a családtól? Mert azt tudom, hogy édesapáddal gyakran találkozol, hiszen ő rendszeresen jár Székesfehérvárra. De mondjuk, hogy viseled akár te, akár a család ezt a távolságot? Hát nehezen. Édesanyám nagyon támogat mindenben. Ő
ő viselte talán az egyik legrosszabbul ezt a dolgot, hogy mégis elhagyom a kis falut, és tényleg saját életbe kezdek. Testvérem még otthon van, illetve ő otthon is dolgozik, tehát egy virágcégnél dolgozik. Édesapám pedig itt piacol Székesfehérváron, a városi piacon árul, úgyhogy vele heti szinten találkozunk, meg én is, amikor tehetem, kimegyek segíteni neki a piacra. Ugyanakkor egy nagyon kedves ismerősöm mondta mindig azt, hogy hívjam anyukámat, amikor van lehetőségem rá, hívjam fel anyukát, mert hogy az lehet, hogy nem tűnik fel nekem, de ő neki biztos jól esik egy-két kedves szó, vagy legalább annyit tudassak vele, hogy jól vagyok, meg vagyok. És jól érzed magad itt. És jól érzem magam itt. És ezért próbálok ugye mindig hát megpróbálom elérni őket, amikor csak lehet. De mondhatjuk azt, hogy már Székesfehérvár is valamelyest az otthonod? Igen. Ezt biztosan állíthatom, mivel hát most jelen pillanatban itt élek, és a mindennapjaim ide kötnek. Tehát, hogyha mondjuk egy hétre hazautaznék, akkor már hiányozna a város. Tehát maga a nyüzsgés, maga az, hogy tehát itt legyek a tévében. Most nem azért, mert ilyen nagy munkamániás vagyok, csak azért mégiscsak a szívemhez nőtt. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy csapatjátékos lettél. Hát igen, megpróbáltam beépülni a csapatba, és remélem, hogy ez sikerült is. Én azt gondolom, hogy igen, és hát köszönöm szépen, hogy ennyi mindent elárultál magadról. Remélem, hogy kár volt izgulni és aggódni itt ezen a beszélgetésen. Igen, kicsit sokat izgultam rajta, de... De jó érezted magad. Így igaz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk, természetesen holnap is lesz fehérvári beszélgetések itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!